Hello, a mai videó témája az emberbarát hűtőfürdő lesz láz esetére. Értem én, hogy ez önellentmondásnak hangzik, de majd a videó végére kiderül, hogy nem is annyira az. Első lépésként fontos azt megjegyezni, hogy bár gyerekkorunkban biztos sokunknak volt olyan élménye, hogy így beraknak a hideg kád vízbe, vagy így engedik ránk a jeges zuhanyt, hivatalosan orvosi ajánlások szerint hűtőfürdőt nem úgy kell csinálni, hogy a 40 fokos gyereket berakod a nem tudom, 15 fokos vízbe, vagy a 8 fokos vízbe, hanem hogy egy langyos testmeleg vízből kezded el szépen lassan lehűteni. És hogy ezért fürdő, azért nem hűtő zuhany, mert zuhany nem tud úgy hűteni, hogy folyamatosan hűljön a test minden része. Viszont én még ezt is egyébként utáltam, meg egy kicsit ilyen kínzásnak éltem meg, plusz egy csomószor volt több negatív tünete is annak, hogy tulajdonképpen a végeredményben egy elég hideg vízben ücsörögtem egy darabig. Ezt már felnőttként azért elkezdtem kísérletezni, mert azt gondolom, hogy egy kis lázérén nem fogok bevenni gyógyszert, viszont tök jól lehet ezt így természetes módon féken tartani, mármint hogy ne legyen 48 fokos az ember. Szóval azt találtam ki, és amúgy tök véletlenül, hogy egy testmeleg, szóval mondjuk egy ilyen 36 fokos vízbe, illetve annál lehet egy picivel hidegebb, de mondjuk 30-nál semennyivel sem hidegebb vízbe, belecsöpögtettem egy kádnyiba nagyjából azt hiszem 8-10 csepp borsmentaolajat, és ebbe ültem bele. És ez nagyon jó volt, mert a hideg víznek a megfázós, tudom, hogy nincs olyan megfázás, de értitek, hogy értem hatásait, azt nem kaptam meg, viszont a borsmentaolaj bőrön olyan, minthogyha hideg lenne, szóval effektíve hűt. És így ugyanígy levitte a lázamat, viszont nem volt annyira kellemetlen. Ezt azóta többen is kipróbálták, gyerekkel is, meg felnőttként is, és azt mondták, hogy bevált. Szóval, hogyha van egy kis hőemelkedés, és látod, hogy így menne tovább, és szeretnéd hőemelkedésen tartani, akkor én nagyon ajánlom, hogy próbáld ki. Testmelegnél egy picivel hidegebb víz, nyugodtan mehet ilyen vállig nyakig elmerülős kádnyi, bele egy 8-10 csepp borsmenta illóolaj, keverd össze, nyilván fontos, hogy ne legyél allergiás a borsmenta illóolajra, ezt valamikor, amikor nem vagy lázas, próbáld ki, rak egy cseppet ide a alkarodra, vagy csuklódra, vagy bármi, és nézd meg, hogy mi történik, ne edd meg, mert csípni fog, és így szállj bele a vízbe, és érezni fogod, ahogy hűt, meg ahogy hideg az olaj a bőrödön, viszont nem lesz annyira drasztikus, viszont ugyanolyan hatásos lesz. Szóval ez az emberbarát láz levívős hűtőfürdő. Számolj be, hogyha kipróbáltad, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked is beválik-e, eddig már sokan istenítik ezt a módszert, hajrá!